Szombaton a megjelent fellépőket a szervezők nevében Márkus Ica magyar nóta énekes klubvezető, a Fürdő nevében Andrássy István ügyvezető és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Ezután a színpadon kezdetét vette a sok szép produkció. Én azt hittem, hogy sokkal jobban örülnek, vagy egyáltalán nem tudom, hogy fogalmazzak, mert 1600, 1700, 1800 fővel jöttek mindenkor, minden évben. Most képzeljétek el, 700-an vagyunk, és olyan nehezen jöttek a jelentkezések, hogy el voltunk keseredve, hogy ez most a pandémiának a következménye, vagy sokszor halljuk, hogy még nincs vége a fertőzésnek, idős mindenki, nyugdíjas félnek, vagy a jóisten tudja, hogy miért végül is összejöttek. Az ország szinte minden tájáról jöttek, de kevesebb. De Szegedről is, vannak Székesfehérvárról is, Záhonyból is, úgyhogy tényleg mondom mindenhonnan, és olyan színes, szép műsor szoktak adni, van most is jelenettánzdal, operett, néptánc, cigánytánc, apácasó. Ebben a korban már nagyon-nagyon sokan egyedül maradnak. Nagyon-nagyon sok, én azt hiszem 100%-ban nem tudom, hogy mennyi, de sokkal-sokkal több a nyugdíjas asszony, illetve az özvegy asszony. Mondjuk ők jobban mennek otthonról, mint a bácsik, mert azt hiszem, hogy ebben a korban már mondhatjuk. És boldogok, hogy járnak különböző klubokba, vannak programok, vannak országos minősítések, vannak kirándulások, mint ahogy mi is csinálunk, állandóan kirándulás. Most is majd szeptember végén lesz a 3-4 napos nagy utunk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek mind életbe tartják a nyugdíjasokat, meg egy kis boldogsággal töltik el őket. A két nap alatt a szervezők az ország számos településéről várják a nyugdíjas csoportokat, akik énekelnek, táncolnak, vidám jelenetet adnak elő, vagy épp szólóban mutatkoznak be produkciójukkal szépkorú társaik és a Fürdő vendégek előtt. Úgy táncolna, ha délután esetleg kint lesztek és látjátok, a kánkánt, a cigányt, az pedig igen-igen ütemes, úgy ropja mindegyik, hogy csak ámulunk, és akkor szoktam is nekik mondani, hogy érdekes, hogy még mikor megjöttetek nyávogtatok, és most meg sehol semmi, és azt mondják, hogy most nem, de holnap alig tudom majd lábra állni. Márkus Ica klubvezető és 54 segítője nagy örömmel várta két év kihagyás után a szépkorúakat. 54-en vagyunk, a dalkörbe 18-an vagyunk, és érdekes módon, amikor taggyűlés van, akkor 10-12-en hiányoznak. Mindig odáig is vagyok, hogy miért, mikor taggyűlés van, akkor sok-sok mindenről kell beszélni. Mi az, hogy nem jönnek? Miért hiányoznak? De valahogy mindig kimagyarázzak, hogy miért késtek, vagy miért maradtak távol. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy meg kell oldani, és itt kell, ott kell, amott kell helytállni, mindenhova jut ember. Most is 3 vagy 4 embert ugye betettünk az ajtóhoz, aki fogadja a vendégeket. Utána elkísérik őket az étkezdébe, az öltözőbe, vigyáznak a dolgaikra, nehogy valami probléma legyen. A színpadhoz vezetik a vendégeket, innen elvezetik, tehát tényleg meg van szervezve, mindenki szívvel, lélekkel hozzáteszi a... A mostani találkozó azért is rendhagyó még, mert a házigazda karcagi csoport fellép mindkét napon. Sok fellépésünk van, hála jó Istennek, és képzeld el, hogy délután fel fogunk lépni. Most Pántéldikorin felhívta a figyelmünket, hogy az ATV itt van 2 napig Karcagon, és pontosan itt fognak forgatni délután, és az a kérés, hogy legalább a házigazdákat akkor már vegyék fel, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon gyorsan telefonáltam, e-mail, stb., hogy hozzák a szép fellépő ruhájukat, úgyhogy 4 óra után fel fogunk lépni, és holnap délbe terveztük. Aztán Kenteresre van megkívásunk, Szolnokra van megkívásunk, Tiszakürtre van megkívásunk, csak győzzük.
Bár a fürdő az év 365 napján nyitva van, de ez a rendezvény a májusi nyári szezonnyitó is egyben. Ezt már Andrássy István mondta, aki szívesen ad helyet minden alkalommal a szépkorúak művészeti találkozójának. Hosszú szünet után a járványhelyzet miatt, hál' Istennek most már ez elmúlt, és így meg tudjuk tartani a országos nyugdíjas művészeti találkozót, amely 8. alkalommal kerül megrendezésre. Mi január 1-től december 31-ig nyitva vagyunk, és a nyári szezon az május 1-től kezdődik, de a nyári szezonnyitó rendezvényünk tulajdonképpen mindig az országos nyugdíjas művészeti találkozó. Mondjuk a bejelentkezés, ami a rendezvényre jelentkezések, az most kisebb számban lesz, tehát azért még azért a járvány még jelenleg is megvan, csak már most azért kisebb mértékben. De a látogatottságunk például, hogyha a fürdőre vonatkoztatva, ott nem látszik meg. Azt is megtudtuk, több kulturális és sportprogrammal várják majd a nyáron a fürdőzőket. Már vannak bejáratott, hogy így mondjam, rendezvényeink, akár gondolok itt az Akácsiget napra, vagy országosan a strandok éjszakájára, vagy az őszi záró, a gyár végi záró rendezvényünk, például a motoros találkozó, de menet közben még más rendezvényeket is fogunk tartani, akár nőutaműsor, vagy filmvetítés, meg még egy-két dolgot, ami még majd meglepetés, meg ezután fogjuk majd meghirdetni. Szepesi Tibor polgármester megköszönte a szervezést a Márkus Ica vezette csapatnak. A fellépőknek sok sikert, a hallgatóknak jó szórakozást kívánt, és arra kérte a vendégeket, jöjjenek vissza más alkalommal családjaikkal is városunkba, akár a fürdőbe, akár rendezvényeinkre.